Több kategóriában mérhették össze kézügyességüket tegnap a diákok a városi rajzversenyen. A Klauzál Gábor általános iskola 6 év kihagyás után hiánypótló célra rendezte meg ezt a megmérettetést, amelyen mintegy 50-en vettek részt. A rajzversenyt az általános iskolák felső tagozatos diákjainak hirdette meg a Klauzál Gábor általános iskola. A résztvevők 4 kategória közül választhattak, hiszen lehetett csendéletet rajzolni és festeni, portrét készíteni, illetve új elemként plakátot tervezni. Azért is rendkívül ez a verseny, mert a hétköznapok során nagyon ritkán kerül arra sor most már a tanmenetbe beépítve, hogy természet után rajzolnak a gyerekek csendéletet, beállítást, és ez a legnehezebb. Tehát vannak a fokozatok, hogy képről másolni, fantáziából, de az egész, amin alapszik, az a tanulmányrajz volna. Erre inkább már a speciális művészeti iskolákban szoktak nagyobb hangsúlyt fektetni, ugyanis rendkívül nehéz ugye a háromdimenziós látványt lefordítani a 2 dimenzióba. Mivel ilyenkor mutatkozik meg leginkább a diákok rajztudása, ezért hiánypótló céllal több év kihagyás után újra megszervezte a Klauzál Gábor általános iskola ezt a versenyt. Mintegy 50 diák ragadt rajzeszközt és papírt, hogy megmérettesse magát. Csanki Melinda már több pályázaton is eredményesen szerepelt, ezért ezt a versenyt sem hagyta volna ki. Rendszeresen járok festeni, festek, grafikázok, mindennel szénnel, pasztállal dolgozok, illetve még a szabadidőmben is a tehetek sokat gyakorolok ez érdekében. A zsűri kategóriánként díjazta a diákok teljesítményét. Sós Ábel portrékészítésben remekelt, Hajdú Gréta Viola csendéletével tűnt ki, míg reklámgrafika plakát témában Gilice Zsófia munkája lett a legjobb.